Jó napot kívánok! Megnézzük a gombát. Ma nem káposzta lesz, meg nem halászlé, hanem gombapörkölt. Természetesen be lesz vizsgáltatva. Na, ez a ház éget le. Teljesen a nyáron. Van egy videó, nézzétek meg esetleg azt is. Teljesen leégett. Nullára. Meg volt itt még egy ház, de azt eloltották a tűzoltók. Nagyon gyorsan kiértek. Ezúton is szeretném őket megdicsérni. A tűzoltóság az működik. Megnézzük a gombát. Hogy van-e egyáltalán. Jó nagy eső volt, úgyhogy csak úgy kinézek, aztán majd este fele még megnézzük jobban, mert egy nap alatt képes annyit fejlődni egy gomba, hogy korog a gyomrom. Egy nap alatt képes annyit nőni a gomba, hogy már jó. Egyelőre még nincs. Ide ugye nem hozza el a fa leveleket, messziről észreveszem, ha van valami földön. Hát ebből nem lesz gomba pörkölt, akármennyi esőre, de van. Na, itt egy pöfeteg. Egy pöfeteg fő. Nem, sampipi. Champion, teljesen friss. Tudom, vágni kéne, nem így kellene. Ugye a nap már megsütötte a füvet. Teljesen friss. Nap már megsütötte a füvet, úgyhogy nem deres a fű. Itt a másik. Vagy levél? Levél. Azt hittem szegfűgomba. Már messziről világít a champion gomba, mert ugye itt a tehenek lelegelik a füvet. Csak ki kell fogni, hogy akkor jöjjön ki az ember, amikor pont nőnek. Hát ez az egy, ez lófüty, ebből nem lesz pörkölt. Messziről látnám, hogyha lenne valahol gomba. Ez az egy volt. Sampipi. Gyönyörű. Hát egyelőre nem nagyon van. Rámegyünk odáig a fáig aztán. Hát az az igazság, hogy itt ugye közel a lakott területhez hamarabb le is szedik az emberek. Tehát. Ez lehet, hogy ma reggel nőtt ki. Természetesen bevizsgálva, betartva a szabályokat, mert most már a gombát se úgy van, hogy szed az ember, hanem bizonyos mennyiséget szabad csak. Hát, inkább nem mondok erre semmit. Hát úgy néz ki, hogy ebből nem lesz gomba pörkölt, tehát. Persze kitartóbbnak kell lenni, meg elmenni messzebbre. De nem biztató. Még majd lehet, hogy este kinézek. Hát nincs annyi, mint szokott, pedig még nem volt fagy. Egyébként fagyba, hogyha tehenek látszik, lelegelik. Megeszi a gombát is a tehén. Úgyhogy ez az egy gomba volt, de egyébként nem sajnálom tőlük, mert már a tehenektől nem sajnálom, mert ott a másik. Harmadik,
Aha. Ez is friss. Elmentem mellette. Úgy, mi? Ha, negyedik. Csak lesz ebből valami. Csak figyelmesebben kell jönni. Hát tudom, vágni kéne, de majd otthon letisztázom. Ez csak a videó kedvéért van, hogy... Na lassabb, a fű alól jönnek ki. Figyelmesebben kell nézni. Egyébként ez már egy kis tojáshoz elég ízesítésnek. Nem fűszergomba, de... Van lillahagymám, szalonna, már kezd egy kicsit a szalonna szalonnának baja lenni, úgyhogy meg kell sütni. És akkor itt vannak a kis szegfűgombák, vagy mik? Ezek a pöfetegek. Pöfeteg gomba. Nem bántjuk őket, nagyon kicsik, hagyd nőjenek, de tudjuk, hogy itt van. Ott is a kis pöfetegek. Reggel van. Kisvizslát, az az igaz, itt a tehénlepény. Látszik, hogy itt vannak a tehenek. Kisvizslát majd be akarom mutatni egy filmbe. Esetleg erre a videóra is nyomjatok egy lájkot, hogy... Te sok pöfeteg. Pöfeteg gomba rántani, nagyon jó. Nem bántjuk őket. Ott is. Te sok pöfeteg gomba. Ott is. Hú, mennyi. Ó, ott is. Ott is, ott is. Végig. Na, lehet, hogy ott is. Nagyon sok van. Ha egyet leveszek, megmutatom, milyen a pöfeteg. Ilyen. Képes 1,5-2 kilósra is megnőni. És nagyon finom. Úgyhogy vissza is dugjuk, hátha valahogy, hátha ez is megnő. Úgyhogy pöfeteg az van. Ez egy információ. Ez meg itt a látkép. Ott is a pöfeteg. Pöfeteg, mindenhol a pöfeteg. Ott is, ott is. Hú, de sok lesz. Ott is, ott is, ott is. Ott is. Ott is, jaj, jaj. Ott is, ott. Mindenhol a pöfeteg. Azt hisz, itt jöttem el. Pöfeteg gomba lesz, akkor rántor gomba lesz. Ott is a pöfeteg. Ott, ú, mennyi van. Na, mai nap megnőnek az. Kifigyelem, hogy mikor engedik ki a teheneket, ez gyorsan előtte süty, leszedem őket. Jó, az pörköltnek is, de rántani első osztályú. Ott is a pöfeteg gomba. Sok. És ott is. Gondolom, szereti a pöfeteg a tehénlepényt. Úgyhogy... De jó az rántani is, főleg így frissen. Ott is a pöfeteg gomba, pöfeteg azon lesz. Hát ellen nem szedik. Ott is. Ez meg a sampipi. Igen, itt, de ahol vizesebb, itt van pöfeteg. Itt is látkép, itt egy nagy jakt. Szólt Péter, hogy lassabban mozgassam a fejemet. Persze ugye a horgászat alatt egy irányba kell nézni, csak arra kell koncentrálni, hogy a botot tudjam mutatni, meg a fárasztást. Ez a mászkálós tájképes videó, ez más technikát igényel, meg hát ugye nem is a legfejlettebb a technikám, tehát van ennél jobb csillapítású kamera,
Viszont ha ezzel fényt fogok, akkor jó a kép. Hát ez kevés lesz. Ez a sampipi. Ez ugye a horgász a pálcban, ami szerepel gomba, hogy sampipi. Itt a sampipi, a Blero ezt árulja. Hát egy kicsit olyan vagyok, mint Blero. Na hát ott az elején van pöfeteg, azt itt meg már kakuk. Na ilyen a, ez a rét. Szóval pöfeteg lesz. Még itt a szélét megnézzük itt a... Talán ide nem jönnek a telnek. Hát ha még egy fajta gombát tudok mutatni, pöfeteg az lesz. Az biztos. Már lehet, hogy estére úgy megnő, hogy... Hát itt nincs. Fűzfa megadta magát. Na, pöfeteg gomba az lesz estére. Így süt a nap, akkor képes egy nap alatt megnőni.